Csak tartós és igazságos békével lehet lezárni Oroszország Ukrajna elleni háborúját, jelentette ki Olaf Scholz német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben. A kancellár ismertette, hogy a szövetségi kormány tárgyalásokat kezdett a kijevi vezetéssel és más partnerekkel az Ukrajna szuverenitását és területi épségét szolgáló jövőbeli biztonsági kötelezettségvállalásokról. Minden ilyen biztonsági kötelezettségvállalás előfeltétele, hogy Ukrajna sikeresen megvédje magát, hiszen halántékhoz szegezett fegyverrel egyedül arról lehet tárgyalni, hogy a megtámadott fél aláveti magát az agresszornak. A béke követelése nem lehet egyenlő a nagyobb, erősebb szomszéd előtti megadással, tette hozzá Olaf Scholz aláhúzva. Ha Ukrajna nem védekezne többé, akkor nem a béke jönne el, hanem Ukrajna vége. Oroszország célja nem is a béke, hanem a katonai győzelem. Ezt a célt azonban nem éri el, mert Ukrajna védekezik, Németország és partnerei pedig továbbra is támogatják, hogy megnyíljon az út a tartós és igazságos béke előtt, mondta a német kancellár.